Miért maradnék ki? Mikor magánszemélyként engem meghatalmaz, hogy én le is vagyok arról, meg tudjak olyan dolgokról, amiket egyébként már megbeszéltünk. Nem, nem. Akkor jöjjön vissza, legyen kedves, legközelebb mindjárt. Mikor? Hát amikor meg nem fognak kamerával. Nem megyünk be kamerával. Kamerával nem megyünk be. A hölgy bejöhet. Most maga fél tőlem, vagy miért nem mehetnék be? Hát miért nem? De miért? Hát magyarázza meg. Hát itt nagyon nagy gáz van, ha önök nem engednek minket be. Ilyen ijesztő vagyok. Megérkeztünk Miskolcra, pontosabban dr. Kádár Petra Pálma végrehajtó hölgy irodája elé, ugye az érintett adóssal és az egyik kísérőjével. Kádár Petráról azt kell tudni, hogy 2019-ben kezdte meg végrehajtói pályafutását, ugye ami okot ad arra, hogy a kirobbant végrehajtói botrányba valamilyen úton, módon ő benne lehetett, vagy érintett lehet ebben az ügyben, hogy pont ebben a kritikus időszakban ő itt Miskolcon kapott egy végrehajtói iroda helyet, akár pénzért, akár szívességért. Több végrehajtót is ugye lelepleztünk, hogy bűncselekményt követhettek el ezekkel a végrehajtói kinevezésekkel, és ezért ellátogattunk ide Kádár Petrához, hogy megkérdezzük tőle pontosan, hogy történt ezeknek a kinevezéseknek a eredete, volt-e valamilyen köze a kirobbant botrányhoz, és hogy pontot tegyünk ennek a végére. Ezen kívül dr. Kádár Petrától megkérdeznénk, hogy a mellettem lévő adós káváriájával kapcsolatban tud-e felelni egy pár kérdésre, mivel az adóst 2020 nyarán próbálta először kilakoltatni, amikor még a hölgy tulajdonában állt az ingatlanja, de október elején is, 2020. október 6-án is próbált foganatos kilakoltatást a hölgy ellen, de szerencsére ez sem sikerült neki. Mi volt itt a pontos háttere? Tudott-e esetleg kommunikálni egyébként a Kádár Petrával? Nem tudtunk, hanem levelet írtunk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyeri rendőr főkapitánynak, törvényekkel alátámasztva segítséget kértünk, hogy kutyával és 40 rendőrt küldjön, mert jaj, és a lényeg az, hogy előtte Leányfalun egy 80 éves házaspár, tehát mind a kettő 80 éves, kilakoltattak úgy, hogy rabó volt kint, a tekkesek voltak, vagy 20 rendőrök, és kutyás rendőrök. És akkor leírtuk, hogy segítsen nekünk is kutyás rendőrt küldeni meg, mert nem tudjuk a végrehajtóval szemben megvédeni magunkat. Törvényekkel alátámasztva leírtuk, hogy a rendőrségnek tulajdonképpen semmi köze nincs a kilakoltatáshoz azért, mert vállalkozói szinten végzi tehát az adófizetők pénzéből semmi keresnivalója nincs a rendőrségnek a kilakoltatásnál. Ráadásul üresen hirdetik meg ezeket a lakásokat, és azért hozza a rendőrt, hogy ki tudjon lakoltatni. Tehát törvénytelen eszközökhez nyúlt. Na és ez október 6-án lakoltattak volna ki, október 6-án, vagy 5-én, nem, 3 nappal előtte küldtük ezt a levelet a rendőrkapitánynak, meg a törvényszék elnökének. Igen. És október 6-án 10 órára volt kitűzve a tárgyalásom, és 12:30 hozta a postás a határozatot, hogy el lesz halasztva a kilakoltatás. Na ekkor már az ügyvédek azt mondták meg, aki megjárta már ezt a poklot, hogy az értékesebb bútoraimat pakoljam ki, az irataimat, meg mindent, mert nem enged be az árverési vevő. Na most innentől kezdve egy 240 négyzetméteres lakást, ahol 4 generáció élt, egyszerűen lehetetlen kipakolni. Akkor, mikor ehhez emberek kellenek, fuvar kell, hely kell, ahova bepakolom, stb. Nem találtam különösebben, hogy hova tudom berakni, hát garázsokban van bepakolva, de van, ami a szomszédok teraszán, intarziás antik bútoraim, teraszon vannak lepakolva, lefóliázva, a ruhaneműm, az irataim,
a ágyneműm, az pedig lenne a három szomszéd padjára van fölpakolva, edényeim a három szomszéd padjára van fölpakolva. Tehát embertelen, amit csinál. Ez a magyar holokauszt, amit a Kádár Petra véghez visz, meg legtöbb végrehajtó, miért lehet ezt megengedni? Most megyünk, megkérdezzük dr. Kádár Petrát, hogy mi a véleménye a Völner ügyről és a Sádor mellett kirobbant korrupciós botrányról, és az adóssal kapcsolatos kérdéseinket feltegyük. Végrehajtó asszony? Fáradjanak ki, mert nem nyilatkozható. Csak fáradjanak ki. De itt van végrehajtó asszony? A tanúk bejöhet, nem, én szeretném, hogyha a tanúk is lennének. Ha az adós, akkor ön bejöhet, képfelvételt tetszik. De tudunk beszélni a végrehajtó asszkáda. Miért nem kíván nyilatkozni? Két-három kérdésünk lenne. Nem kíván nyilatkozni. Mert? De az adóssal kapcsolatban is szeretnénk kérdezni. Megbeszéljük vele a dolgokat? Nem, én szeretném, ha tanúim lennének rá, hogy mit nyilatkozik. Tessék jönni, hogyha úgy gondolja, akkor megnézik az ügyét. Hogy jöjjenek be? Nem jönnek még. Mert? Miért? Mert nem lehet. De miért? Akkor felteszem itt a kérdést. Én nem nyilatkozhatok semmilyen ügyben. Csak az adósnak. És hogyha ad egy meghatalmazást számomra az adós, akkor ugyanúgy tud nyilatkozni. Hozzon egy meghatalmazást, és adok neki. Tessenek írni meghatalmazást. És kivel tudunk majd akkor egyeztetni? Akkor és ki maga? Mert nem mutatkozott be. De mondtam, hogy a kamerát legyen kedves kapcsolat. De nem én közszereplőnek minősülök, hogy a kamera nyugodtan mehet. Mi nem vagyunk közszereplő. Te egyébként hivatalos személy, hogy csak végrehajtó helyettes, vagy végrehajtó. Távozzon az igazából. Az MBVK és a felügyeleti hatóságról fog nyilatkozni az ügyben, hogy nem. De milyen ügyben? Az adós ügyében? Az adós ügyében nem képviselő. Na, hát azért jöttünk ide, hogy az adós ügyében kérdéseket tegyünk fel. Meghatalmazott ügyvédi meghatalmazás, illetve, de a kamera nem. Hát meghatalmazott nem csak ügyvéd lehet. De közeli hozzátartozó lehet. Meg minden egyéb, igen, mert már nem egy végrehajtó elfogadta. Ugye ön a Kádár Petra? Nem fog nyilatkozni. Nem fog nyilatkozni? Nem fog nyilatkozni, nem nyilatkozhat. Távozni. De ki mondta, hogy nem nyilatkozhat? Vagy a saját hatáskörében döntött el, vagy felsőbb utasításra? A magyar bírósági bizottságban nyilatkozni. De miről kapcsolatban? Annak, akinek az elnöke le van tartva. Igen. Ez nem a mi hatáskör. Ugye 19-ben lett kinevezve a Kádár Petra. Szerintem érthetően mondom, hogy nem kíván nyilatkozni. Hát ez is sokat mondom, akkor jó, rendben, köszönöm. De nem kíván nyilatkozni. Én értem, hát nyilván nem kíván senki nyilatkozni, hogyha részese valaminek, ami nem tiszta. Már volt részünk olyanban, aki nyilván kimert mellünk állni. Felhozzanak a vigat területéről, az ügyfélfogadás zavartalan működése érdekében, mert nem csak önök van itt. Nem zavarjuk. Nem zavarjuk, mert senki nincs itt. Az egész iroda elfoglalásra kerül az átlag kamerába állunkra. Az MBVK irányába egyébként már fordultunk az ügyben, ők sem kívánnak nyilatkozni. A MBVK-hoz kell fordulni ebben az esetben. Már megtettük, és ezért jöttünk mondjuk önökhöz is. Utoljára nem kívánunk nyilatkozni, viszontlátásra. Hát így is nyilatkozott, csak így sokat mondta az ön nyilatkozata, hogy köszönjük szépen. Majd csak egy kérdése volna, hogy és nem szégyeli magát? Viszontlátásra. Vagy távozunk az irodából, hogy az ügyfelfogadás senki zavarja, és ebben az esetben egy rendőrség közbeműködés. Állandóan ezzel fenyeget, már többször voltam itt, és állandóan ezzel fenyegetnek, sehol nem volt ilyen, de önök állandóan ezzel, hogy rendőrt hívnak, mert ezért, meg azért, meg amazért. Azt mondjuk, jogorvoslati lehetősége van. Milyen jogorvoslati lehetőségem van, mikor nem lehet a főnök asszonyával egy szót sem szól, semmit nem lehet megkérdezni, semmilyen iratot ki nem küld. Mi az, hogy önöknek mindent lehet? 25-én... Szóval a végrehajtó tart valamitől? Nem, mind a ketten megyünk. Miért maradnék? Kimlikó magánszemélyként engem meghatalmaz, hogy én leírt vagyok arról, meg tudjak olyan dolgokról, amiket egyébként már mi megbeszéltünk. Nem. Akkor jöjjön vissza, legyen kedves, legközelebb mindjárt. Mikor? Hát amikor meg nem fognak kamerázni. Nem megyünk be kamerával. Kamerával nem megyünk be. Ha ő bejöhet... Most maga fél tőlem, vagy miért nem mehetnék be? Hát miért nem?
De miért? Hát magyarázza meg. Hát itt nagyon nagy gáz van, ha önök nem engednek minket be. Ilyen ijesztő vagyok. Akkor a panaszunkat meg fogjuk tenni a végrehajtó iroda ellen, hogy mint engem meghatalmazottat, az adóssal egyetemben nem engednek be, és az adósra vonatkozó kérdéseinket nem tudtuk feltenni a végrehajtó irodánál, és ezért akkor a panaszunkat továbbítani fogjuk a iroda ellen, és megyünk tovább a megkezdett úton. Hát megpróbáltuk a végrehajtót számon kérni, illetve a kérdéseinket feltenni, de ugye láthatták, hogy nem nagyon kíván nyilatkozni, sőt egyenesen elhajtottak a végrehajtó irodából. Három konzekvenciát lehetett leszűrni egyébként az előzőekből, hogy az MBVK nagyon tart, mivel ahogy hallhattuk, egy kommunikációs topra kötelezi a végrehajtókat, hogy semmilyen információt nem nyilatkozhatnak, pedig eddig végrehajtók nyilatkoztak nekünk. A második az, hogy az adósokkal való kommunikációt egyébként már itt is nagyban megsértik azzal, hogy a meghatalmazással megjelent felet nem engedik be az adóssal. Ez egyébként alapvető jogait is sértik, amivel ugye majd panaszt fogunk tenni az MBVK irányába. A harmadik pedig az, hogy vélhetőleg felismerték a Mi Hazánk mozgalomnak a jelenlevő tagját, engem, és meglehetősen tartanak tőlünk, és ezért nem is kívánnak beengedni. Ráadásként plusz egy konzekvenciát is le lehet vonni, ugye Kádár Petra nem kíván nyilatkozni, és a 2019-es kinevezése ugye aggodalomra ad okot, hogy ő esetlegesen érintett lehet a kirobbant Schadl-Völner botrányba, és ebbe a korrupciós bűncselekmény sorozatba. Hogyha én úgy gondolom, hogyha ő nem lenne érintett ebben, vagy nem tudna róla esetleges plusz információkat, amit ugye így kíván elhallgatni, akkor nyilatkozott volna, ha nem is a kamerának, legalább akkor négy szem közt engem esetleg fogadott volna, és elmondhatta volna a véleményét, de mivel erre nem volt képes, és nem volt hajlandó velünk leülni és megbeszélni a dolgokat, vélhető az, hogy nem csak az a pár 8-9 végrehajtó érintett a korrupciós botrányban, hanem valóban akiket 2015 óta nevezhettek ki végrehajtók, azok valamilyen szinten, úton, módon biztos, hogy érintettek ebben a botrányban. És ugye, hogy a Kádár Petráéknál nem tudtunk ugyebár az adóssal kapcsolatos kérdéseinket feltenni, ezzel ugye majd a panaszunkat meg fogjuk tenni az MBVK irodájában. Ugye a hölgy még most is kilakoltatás előtt áll, hogy az ügyet a folyamatosan fogjuk. Fel van függesztve most, mert perem van folyamatban. Perem van folyamatban. Tehát ez az érdekes, hogy 2019-től, vagyis 2020-ban akart kilakoltatni, 19-ben lettem elárverezve, és nem függesztette föl a bíró a végrehajtásomat, ugyanakkor még mai napig is folyik a per. Tehát itt összejátszanak, ez biztos, hogy összejátszanak, mert ilyen a világon nincsen, hogy a végrehajtó iroda lesepli a dolgokat, sőt, olyanokat megcsinált a végrehajtó irodánál a pap Laura, hogy a Vona László ügybíró összevont több pert, új számot kapott, és akkor hiánypótlásra hívott fel, mondjuk május 11-én, és akkor én nem tudtuk, hogy melyik perről van szó, ezért írtunk neki egy levelet, hogy legyen szíves tájékoztasson, hogy melyik perbe kéri a hiánypótlást. Majd augusztus 28-án a pap Laura, augusztus 28, tények vannak róla, augusztus 28-án válaszolt a május 11-i levelemre, addig közben elárverezték a házamat. Tehát ilyen aljas eszközökhöz nyúlnak. Hát az előbbi példa is jól mutatta azt, hogy a végrehajtók hogyan is viselkednek, ugyebár az adósokkal nem hajlandóak velük személyes kontaktust felvenni, illetve a kérdéseikre sem küldik sem személyesen a választ, illetve papíralapon sem adják meg a kérdésekre a választ. Egyszerűen védekezni nem tudunk, mikor nem adnak ide papírokat, tehát nem is tudunk rá reagálni, vagy védekezni, mert egyszerűen nem adja ide a papírt, vagy nem küldi ki, csak akkor nézünk, akkor esünk, vagy akkor lesünk nagyokat, mikor megjön valamilyen határozat, hogy például ez is nem, hogy kilakoltat, vagy tehát nem lehetett a bankkal egyezkedni, nem tudtam kifizetni, semmit nem tudtam, mert puf, rám csapott, és azonnal. És ilyen, a rossz nyelvek azt beszélik, nem tudom bizonyítani, de a rossz nyelvek azt beszélik, hogy ez a Szabó
Szabó úr, aki megvette a lakásomat, a 240 négyzetméteres lakásomat két telekkel, 13 millió 700 ezerért, ami durván ér, mit tudom én, 40 milliót, és ez a úriember, hogy a helyi országgyűlési képviselőnek a baráti körébe tartozik. És feltételezhető, mert a jegyzőasszony 2013-ban lett felértékelve a lakásom, akkor sem ennyit ért, mikor a 2013-ban sem ennyit ért a lakásom. És ezzel a magatartásával ugye a végrehajtó csak az adósok ellenszenvét harcolja ki maga ellen, ami még nagyobb közbizalom megingását okozza. A Mi Hazánk mozgalom pedig a adós hölgynek az ügyét a továbbiakban is végigkíséri, hogyha a per nem az ő javára zajlódik le, akkor pedig a kilakoltatáson ránk számíthat majd. És ott hát, ha találkozunk a dr. Kádár Petrával végre. Említésre méltó, hogy az Erzsébet ügyében is ugye az alapja egy devizahitel kölcsön, ami ugye nagyon sok problémát okoz még mind a mai napig egyébként a magyar társadalomnak, ami ellen egyik kormány sem kíván tenni érdemben, sem a Fidesz, sem a balliberálisok. És ezzel kapcsolatban Józsefnek néhány gondolata lenne, hogy a devizahitelezés az miért okozhatott ilyen nagy károkat. Valójában, amikor 256 forinton forintosította az Orbán kormány a devizahiteleket, akkor az történt, hogy 70-75%-os árfolyam kockázatot zúdított a devizahitelesek nyagába, ami képtelenség kifizetni. Emellett megkapták a megfelelő kamatot, ami végül is a pénz használati díja, meg a kezelési költséget is, így az adósok ellehetetlenültek, és ez az, amit én mondok, hogy amikor a bankok ezt végrehajtották, akkor valóságban 4 bűncselekményt követtek el az adósok ellen. Csalás, uzsora bűncselekmény, tiltott szerencsejáték szervezése és népirtás. Hiszen a népirtás az nem azt jelenti, hogy én fogom és lemészárolom az adóst, hanem olyan életfeltételek közé kényszerítem, ami annak kipusztulásához vezet. Ennek a feltételnek a megléte szükséges a bűncselekmény elkövetéséhez, nem szükséges, hogy bekövetkezzen haláleset, viszont jelen esetben lehet mondani, hogy 17 ezer halálos áldozata van a devizahiteleknek, amiből 6500-7000 önkezőleg vetett véget az életének, a többit pedig az infarktus rákvitt el attól való félelmében, hogy a Kádár Petrák és egyéb végrehajtók mikor fogják kilakoltatni a több évtizedes munkájuk által szerzett lakásukból. Teljes, azonnali kártalanítást kell eszközölni a devizakárosultaknak, mivel enélkül még mind a mai napig nincs megoldás a több százezer embernek a devizahitelekkel kapcsolatban. Ezért a Mi Hazánk mozgalom egy adót vet neki a folyósító hitelintézetekre, amiből pedig tudnánk finanszírozni ezt a kártalanítási összeget.